motiváló, sokkoló és példaértékű. Lenyűgözte az újpesti diákokat a Halasi Olivérről készült rövid film. Komjádi Béla tanítványai mérkőzést játszanak. Halasiéknak egyszerűen nincs ellenfele a világon, potyognak a gólok. Csodafedezet címen készült még az idei év közepén film a legendás újpesti úszóról és vízilabdázóról, melyet most a róla elnevezett iskola tanulói is megnézhettek. Az IFI házban megrendezett esemény a szervezők elképzeléseit is felülmúlta, hiszen a gyerekek végig nagy figyelemmel és izgalommal nézték a dokumentumfilmet. Az amerikai International Swimming Hall of Fame tagjává választott Halasi Olivérről szóló film bemutatja a legendás úszó és vízilabdázó sportpályafutását, valamint olimpiai és paralimpiai bajnokaink segítségével a hazai vízesportok 20. és 21. századi helyzetébe is betekintést nyerünk. Ha kitartóan megyünk, akkor biztos elérjük a céljainkat. És szerintem jó volt a film, nem volt olyan unalmas, mint hittük. A filmvetítés után a tanulók a mű készítőivel és Dr. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgethettek. Az egykori sztárjátékos rendkívül fontosnak és jó kezdeményezésnek tartja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a legendás sportoló történetével, hiszen az motiváló lehet a fiatalok számára. Ez a film és Halasi Olivér személye többfajta réteghez is szól, így a gyerekekhez is. A gyerekeknek azt a példát mutatja, hogy egy hátrányt nem csak ki lehet egyenlíteni és föl lehet jönni a többiek szintjére bármilyen hátrányossággal, hanem le is lehet győzni őket. Kész,